Képzeljétek el, hogy kint nagyon rossz idő van, fúj a szél, esik az eső, és nem tudunk forgatni semmilyen jó videót kint. Úgyhogy arra gondoltam, hogy itt, a kellemesen meleg lakásban, a radiátor előtt megint hozok nektek néhány képet, és azt fogjuk megnézegetni. Remélem, hogy nem bánjátok, és van kedvetek, mert én már alig várom, hogy meséljem nektek a képeimnek a történeteit. Hozok jó kis nyári képeket is, mint például ez. Tudjátok, hogy itt mit csináltam? Na, nyaralni voltam. Horvátországba, a kis kendőmbe, És itt éppen este volt, és mentünk sétálni. Milyen jól éreztem magam. Találkoztam kutyákkal, és nagyon sokat pisítem a tengerpad szélén. Aztán a kis kiskendőnbe lefotoztak, és mindenki engem nézett, mert azt mondták, hogy hát ez a cápás kiskendő milyen jó néz ki, és hogy mennyire félelmetes vagyok benne. Szerintetek is félelmetes vagyok? Nekem nagyon tetszett. Persze, itt este is jött a felhő, meg éjjel volt eső, de napközben nagyon jó idő volt, ez pedig egy családi fotó a gazdiékkal, mert velük voltam nyaralni. Végre elvittek, az a jó, hogy engem nagyon sokszor elvisznek az ilyen nyaralásokra, és én ezeket nagyon szeretem. Nagyon szeretek kikapcsolódni a sok munka után. Ezután pedig a tengerpartunk készített romogaszt néhány fotót, itt már a pálmafás kiskendőmet vettem fel. Már pont nem látszik a tenger, de én elmondom nektek, hogy a pálmafák mögött ott volt a víz. Na, ezen a képen már láthatjátok. Nézzétek meg, hogy a szemem mennyire passzol a tengerhez. Remélem, hogy idén is el fogunk menni. És majd sétálgathatok a tengerparton. Milyen jó lenne, hogyha már lenne, és nem ez a hideg tél? Na, itt pedig képzeljétek el, hogy a gazdijéknak az esküvőjére készültünk, és én voltam a kutyatanó. Felvettem a kisöltönyt, és szerintem elég menőlegény voltam benne, nagyon jól állt, és mindenki engem akart megsimogatni, ez pedig a gazdéknak az esküvői meghívója volt, ahol én is rajt voltam, mert én egy nagyon fontos családtag vagyok, és még a meghívóra is rátettek, hát persze, mert ez kötelező dolog. Na és itt pedig megkaptam egy óriási csomagot a Lufi kamrájától, és mennyire örültem neki, még játék is volt benne, meg rengeteg finomság. Luffy nagyon szeret engem, meg én is őt, így pedig beültem az autóba, és úgy voltam vele, hogy majd én vezetek, de aztán nem engedték, úgyhogy csak mellette ültem, és figyeltem az utat, hogy hova megyünk. Egyébként a barátomhoz mentünk. Na ez a kép pedig már ősszel készült, Éppen halloween készültünk, és tököt akartuk faragni, és összeötöztünk a gazdival. Persze szerintem az én kis Halloweenos nyakkendőm sokkal menőbben nézett ki, aztán rátettem a lábamat erre a tükre, és azt mondta a gazdi, hogy ez egy jó fotó lesz, és szerintem elég jó sikerült, de ma írjátok meg a véleményeteket róla. Azért választottunk ilyen tököt, mert ez egy ehető sütőtök, itt már kicsit ki is faragtuk, ez lett a legmenőbb kép rólam, és utána, miután megcsináltuk a képeket, fölvágtuk a sütőtököt, és megettük, és képzeljétek el, hogy én imádom a sütőtököt. A kutyák ehetnek ilyet, és nagyon-nagyon finom volt. Egyébként nagyon szeretem ezeket a fotózásokat, jó, itt szellemnek költöztettek be, ez már kevésbé volt jó szórakozás, viszont ilyenkor mindig nagyon sok juta falatot kapok, úgyhogy megéri. Akár mindent be tudok öltözni, és mindig mosolygok a képeken, meg behállok a kasztinak. Na, itt pedig megmutatták, hogy milyen a nylon tacskó. Hát ja, fölraktak rám egy ilyen zacskót, és ez azt mondták, hogy nagyon menő. Bár, biztos, hogy menő, mert erről készítettünk egy kis videót, és nagyon sokan megnézték. Úgyhogy megérte. Itt pedig a gazdi rendelt ilyen láblenyomat készítőt, és kipróbáltuk. Szerintem elég jó sikerült, mondtam a gazdinak, hogy jó lenne, hogyha bekereteztetné, és kirakná valahova, mert az én tappancsom és már csak az aláírásom hiányzik róla. De mivel írni nem tudok, ezért az lemaradt. Na, itt pedig a gaztinak a lány bucsúja volt, és fölrakták rám ezeket a lufikat, mert azt hitték, hogy majd jól elszállok vele, de én éppen vacsoráztam, úgyhogy sokkal nehezebb voltam, és nem szálltam föl. Hát ez van. Szerintem nem gondolták, hogy én ennyit tudok enni, de azt mondták, hogy ez egy vicces kép lesz, úgyhogy csináljuk meg, aztán utána elloptam egy lufit, és jó megrákcsáltam és nem akartam visszaadni a gazdinak, úgy döntöttem, hogy ez már az enyém lesz. Aztán végül is az összes lufinak az lett a sorsa, hogy ez enyém lett, és én nagyon jól éreztem magamat, mert nagyon szeretek lufizni, és bármikor lufiznék. Na ez pedig már egy közös futó a barátommal, itt már kalácsonyra készültünk, gazdiék rendeltek nekünk egyenpúcsit, és itt fölvettük és lefotóztak, szerintem elég jól nézünk ki. De, hát ja, írjátok meg, hogy mit gondoltok, szerintem én sokkal menőbb vagyok. Na ez van. Két pedig esett a hó, felvettem a kis kabátot, ez a kis kabát megy a szemem színéhez, és egy kicsit ugráltam a hóba, de én a sokáig nem tudok kint lenni, mert mindig nagyon fázok. De kicsit azért kimentünk, kaptam jutalmfalatot, fotózgattunk, aztán elmentünk az erdőbe, a gazdival, és ott is sétáltunk egy nagyot, és ott is készítettünk néhány fotót. Hát, ja, itt már kicsit azért fáztam, úgyhogy örültem volna, hogyha megyünk vissza a hősugárzó elé. De persze nagyon sok jó fotó készült rólam, mert szerintem nagyon jó háttér a hó, meg a havastály. Hát, ja, a barátom is eljött, de az a baj, hogy a barátom ne akar szerepelni a fotókon, mert mindig kifut róla, pedig milyen jó közös képek lehetnének. Aztán itt megkaptam luffy a karácsonyi csomagot, amiért nagyon hálás voltam. Nézzétek meg, milyen kávés játékot kaptam, és mennyi finomságot. Szerintem nézzétek meg most is lufikamrája.hu-t, mert rengeteg finom dolog van ott, és lehet rendelni. Úgyhogy próbáljátok itt is, én pedig azóta is vigyázok erre a kávés játékra, és nem bántottam. Egyébként itt éppen én karácsonyi fotózást csináltunk a gazdival, és ezek a képek készültek rólam. Ezt a fotózást is nagyon élveztem, habár egy kicsit melegen volt a lakásba, a púcsiba, nem is értettem, hogy minek kell fővenni, de azt mondta a gazdi, hogy ez jó fog kinézni a képen, én pedig kinyíltuk a barátommal ezt a hóembert, és én felmentem a tetejére, és élettem az új hóember, és ezt úgy hívják, hogy tacs hóember, -ho vagy hótacskó, nem is tudom, melyik lenne a jobb, de mindegy, az a lényeg, hogy utána lepisítük a barátommal, és ez lett a sósa. Itt pedig képzeljétek el, hogy a kutyakajás.hu küldött nekem egy csomagot, és nagyon hálás voltam érte. Mert rengeteg finomság volt ebben a csomagban, és én imádom a jutalom falatokat, úgyhogy nézitek meg őket is. Hutyakajás.hu oldalnak hívják, és még játékot is küldtek egy édes kis nyuszit. Hát, mert ami nagyon durva, hogy ő küldtek nekem először nyúlfület, és náluk kóstoltam először ezt meg, és nagyon így lett. Itt pedig már átvettem a nyuszikás játékot, és nagyon élveztem a játékot. Persze mondanom sem kell, a gazdi meg megígértették velem, hogy nem fogom bántani. Aztán itt megint leesett a hó, kimentünk, készítettünk néhány futót, a gazdi mindig teljesen bepörök, hogyha esik a hó, nem is értem, minek akar kimenni, ez pedig karácsonykor készült, és a családi futót hoztam el nektek. A mostani karácsonyról szerintem elég jól sikerült. Nagyon jól éreztem magamat din karácsonykor. Nagyon sok ajándékot kaptam. És átmentünk a barátomhoz is. Ott is fotózkodtunk, és ott is kaptam ajándékukat. A karácsonyban az a jó, hogy rengeteg ajándékot adnak nekünk. Hát, még úgy, jó, jó helyen vagyunk, és szerencsések vagyunk. Na, mondtam én, itt a barátom is. Viszont lassan ennek a videónak a végére is fogunk érni, már csak néhány fotó van hátra, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a videóban. Ez is egy családi fotó. De, hogyha nektek ez tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, hogy lássa a gazdi, hogy szeretnétek még ilyen videót iratkozzatok fel, mert nagyon várom már, hogy 40 ezerre legyünk az oldalon, mert akkor kapok ajándékot. Itt pedig le akartam nyúlni a karácsonyi kaját. Na, legyen szép napotok, találkozunk hamarosan. Csövi!